Így fog kinézni az a több milliárd forintos beruházás, ami Szekszárd déli város részén épül 2021 óta. Az építkezés a tervek szerint halad. Végre az első épület elkészült, úgymond szinte teljesen, szerkezetileg teljesen kész az épület. Az épületet el is adták nagy részt. Mint hallottuk, kettő lakás van már csak szabad, ami szabadon értékesítő, és van is rá érdeklődő. Úgyhogy ennek nagyon örülök, a Szekszárd város életébe is előlépés, a körzet életébe kimondottan. Mivel egy üres terület, 2019-től vagy a körzet képviselője, és egy üres terület volt itt hosszú idő óta, 20 éve szerintem egy üres terület volt, ami zavarta a környéken lakókat, hogy miért üres ez a terület. Volt itt cirkusz, ez az, valami mindig volt rajta, de valójában egy parlak területről beszélünk, és itt végre megkezdődött az eredeti célnak megfelelő, kisátították annak idején még az állami vállalat a régi családi házakat, és ezek családi házak helyére lakóparkot vagy lakóterepet szerettek volna, most már divatosabb szó a lakópark, úgyhogy lakópark épült, és szerencsére jött egy olyan új tulajdonos a területnek, aki beruházni szeretett volna, és lakóparkot épített volna. Volt a tervekkel egyeztetés, Szekszárd város pozitívan állt hozzá ezekhez az egyeztetésekhez, úgyhogy a képviselőtársaim kivétel nélkül mindkét oldalról támogatták ezt, és szerencsére sikerült véghez vinni, olyannyira, hogy most már a lakásokat eladták. A 117 lakásos lakópark első épületének műszaki átadása hamarosan megtörténik, vagyis az újdonsült lakástulajdonosok várhatóan még a nyár előtt beköltözhetnek új otthonaikba. A feleségemmel már négy-öt éve kerestük az ehhez hasonló típusú lakást, amit itt megtaláltunk. Ez egy ilyen földszinti kertkapcsolatos lakás lett volna, és ugye a lokáció sem volt mindegy, mert hogy én itt a környékben borászkodom. Nekem ez fontos szempont volt, hogy a pincéhez közel legyen, egy gyalogtávra legyen a lakásunk. Úgyhogy nagyon örültem, amikor láttam, hogy itt elkezdtek épülni ezek a házak, és hát végül is megnézve rögtön beleszerettünk a feleségemmel ebbe az egész történetbe, úgyhogy hamar megszületett a döntés, hogy itt jó lenne egy ilyen kertkapcsolatos lakást megszervezni, megvásárolni. Egy ilyen 66 négyzetméteres lakásról van szó, kis terasszal, egy ilyen 17 négyzetméteres, nem is olyan kis terasszal, ami nagyon fontos, hogy hozzátartozik ugye a földterület is, ami előtte található, egy ilyen 100 négyzetméteres, úgymond kis kert. Nekem szőlészborászként annyira nincs igényem arra, hogy túl nagy zöld terület legyen, de szerintem pontosan elegendő arra, hogy akár egy kis kerti mulatságot vagy kis házi bulit tartson az ember, úgyhogy a szomszédokat esetleg nem zavarja. Az épület együttesben több okos otthon is helyet kap majd, és a környezetbarát technológiának köszönhetően a lakások rezsiköltsége minimális lesz. A várossal közösen tudtuk kialakítani ennek az egésznek a koncepcióját, az, hogy ez a lakópark beleilleszkedjen mindenképpen a környezetébe, tehát semmiképpen nem szerettünk volna kilógni. Ugye itt a városnak a kertvárosi, meg kicsit városjobbi határán nálunk, ugye nagyon fontos volt a zöld szempont, ugye az előírástólnak messze túlnyúló zöld felületet fogunk kialakítani. Ugye tavaly kinőttek a házak a földből, itt állunk az első épületünkben, aminek az átadása most február végén fog megtörténni, a műszaki átadás. Itt már a vevőink ki tudták választani a belső burkolatokat, konyhát, hajtókat, úgyhogy az utolsó fázisában érkezett ennek az épületünknek a kialakítása. Bízunk benne, hogy a tavasz folyamán, a nyár elején használva a tér engedéllyel be is tudnak költözni, teljes kialakításra kerül a környezete is, tehát teljes értékű használhatósága lesz az első tömbnek. Második épületünket augusztusban tervezzük műszakilag átadni, illetve a harmadikat idén decemberben, és akkor befejeződik az első ütem ennek a beruházásnak az első három épülettel. A következő ütemünk újabb három épület, ennek a tervezése van folyamatban, bízunk benne, idén végre is jutunk engedélyezéssel, és akkor utána a második ütemnek is neki lehet kezdeni majd. A lakásaink BB besorolásúak, ami az energetikát illeti. Hőszivattyús rendszerrel fűtjük a lakásokat, ami azt jelenti, hogy egy nagyon jó energiahatékonyságot tudunk elérni. Minden lakásban külön szabályozhatóak a szobák is, és nem mellesleg ugye a fűtési idényben a H-tarifa alkalmazható a mi fűtésünkre, ami jelenleg 23,5 forint kilowatt per óra, ami a legalacsonyabb az összes fűtési mód közül. Ugye három réteges ablakok vannak, kiemelt hőszigetelés, tehát egy nagyon-nagyon kicsi energiaigényű lakásokról van szó, úgyhogy bízom benne, hogy az itt lakók ezt majd a saját pénztárcájukon is érezni fogják, hogy jóval alacsonyabb rezsijű ezek a lakások, mint bármi más jelenleg a piacon. Ez már vonzó tulajdonság lehet, tehát ugye amióta tavaly
ugye itt a rezsi problémák felmerültek, ugye a vevőinknél ez kiemelt szempont lett a rezsi, tehát utolsó vevőhullámnál ez már egy fontos szempont volt, be is mutattuk, hogy milyen energetikai besorolásaink vannak, és igenis ez volt döntő szempont a vásárlásnál. Az első töm 19 lakásából jelenleg 2 van szabad, és itt a mai sajtótájékoztatón, illetve a délutáni nyílt napon már a szabad 2 lakásra is jelentkeztek be érdeklődők, úgyhogy lehet, hogy mire befejezzük ezt a riportot, már nem tudom elmondani, hogy maradt még szabad lakás. Most megkezdtük a második tömnek is az értékesítését. 19 lakás, 9 típusból épül fel. A földszinten 4 lakás, és emeletenként 5-5 lakás található. 54-től 80 négyzetméterig, 2-től 4 szobáig, és mindegyikre jellemző, hogy külön fürdőszoba és WC található, illetve a legtöbben külön háztartási helység is. A földszinti lakásokhoz saját kert kapcsolat és kerthasználat tartozik, plusz terasz. Az emeleti lakásoknak pedig 12-17 négyzetméteres, tehát óriási erkélyei vannak, gyönyörű kilátással. Nagy előnye az épületnek, hogy egy 8 személyes modern lift áll majd a lakók rendelkezésére. A vevőink összetétele az 3 fő körből áll. Egyrészt a befektetők, akik azzal a céllal veszik, hogy később ezt majd eladni vagy kiadni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés. Tehát itt már kulcsra készen sokkal többet fognak érni a lakások, mint jelenleg, hogy aki hozzá szeretne jutni, az még most igyekezzen. Illetve családosok, főleg kisgyermekesek vagy babát vállaló fiatalok vették a nagyobb típusú lakásokat, kihasználva az állami támogatásokat, mint a babaváró hitel, a csok hitel, az áfa visszatérítés, illetve nem kell megfizetniük a NAV felé a 4%-os illetéket. A objektív tények alapján kell dönteni, és a négyzetméter áraink egyáltalán nincsenek 1 millió forint fölött, sőt átlagosan 750-800 ezer forint között mozognak. Tehát abszolút korrekt és megfizethető, főleg ha azt vesszük, hogy Szekszárdon az átlagos panel, tehát átlagos állapotú panel lakásoknak is a négyzetméter ára már lassan 500 ezer forint körül van, ami viszont nem tudjuk, hogy mi van a falban, mit veszünk, mikor kell felújítani, mennyit kell ráfordítani még, hogy az a mi igényünknek megfelelő legyen. Ez az új építésűekre ugye nem jellemző, abszolút új, a kulcsra készen adjuk át hőszivattyús fűtéssel, tehát az energia felhasználása is minimális. És ezek mellett a kivitelező garanciát is vállal az elkészült munkára. Természetesen mi minden új építésűben ugye minden új, tehát eleve a használt lakások ellentétben ugye nincsenek technikai meglepetések. Értelemszerűen, ha a probléma merül fel, azt a mi mind beruházó, illetve a kivitelező garanciában javítjuk, azt szerződésben vállaljuk, tehát ezt minden vevőnél szépen le van írva, hogy mi mindent garanciában mi cserélünk, javítunk. A második tömb lakásainak értékesítését is megkezdték már, így igyekeznie kell annak, aki a legjobbat szeretné kiválasztani. A lakások kizárólagos értékesítői vagyunk, tehát hozzánk kell fordulni minden esetben, hogyha vásárolni szeretnének, telefonon, e-mailben vagy személyesen a Tinódi utca 4-ben várjuk az Immo egy ingatlan irodába az érdeklődőket.